a legnépszerűbb szerzőkkel találkozhatnak az olvasás rajongói májusban. Vadadi Adrián után még Sohonyai Edit és Víg Balázs is ellátogat. A Nyíregyházi Múri Zsigmond megyei és városi könyvtárba az idei gyermekkönyv hónap keretében ők azok az írók, akik nagyon népszerűek és szeretik, és nagyon jó előadók, és tudnak mesélni, és egy, tényleg egy élmény lesz a gyerekeknek találkozni, és azt gondolom, hogy ez meghatározza majd, hogy az olvasó felnőttek kívánjanak. Az író-olvasó találkozók mellett zenei és ismeretterjesztő programokkal, bábszínházzal is várják a gyerekeket májusban. Hajdú Ágota népzene tanár oktat népzenét, ezt is mindenképpen játékos formában, van egy Csóri Sándor pályázat, annak keretében tudjuk megszervezni, és nagyon régóta megy a Cseperedő Klubunk, itt a legkisebbeket várjuk szeretettel egy mese foglalkozásra. Majd az Ákombákom bábcsoport előadásával május 23-án várjuk szintén a kisebbeket, a nagyobbaknak a minden tudás könyvtára gyerekeknek programsorozatunk folytatódik, ezt is már körülbelül 8. éve pályázzuk meg, és folyamatosan szervezzük. Most havarics béla lesz a vendégünk és majd egy városi hangos olvasás versennyel május 27-én záródik a gyermekkönyvhónap. Az 51. gyermekkönyv május 27-éig tart. Ez idő alatt a központi könyvtár mellett a fiók könyvtárak is kínálnak programokat a gyermekeknek és szüleiknek.